lesz akkor ez a sós marcsi? Ez egy sós, túrós, ropogós, én úgy szoktam hívni, de most egy kis medvehagymával megbolondítjuk. De jó. Ezek ilyen rudak vagy tallérok? Rudak. 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 Jó. Nagyon egyszerű, fél kiló liszt. És milyen liszt? Finom liszt. Finom liszt. Ehhez finom lisztet használunk. Teszünk bele egy teáskanál. Ebbe porélesztőt használunk, mert itt most nem az a lényeg, hogy jól megkeljen, hanem ettől egy kicsit olyan porhanyos, ropogós lesz. Egy pici vajat morzsolunk, meg egy kis zsírt. Lehet csak vajjal is, akkor kell bele a 20 deka. Én de nagyon szeretem a hogy igen, én is. Én úgy szoktam, hogy a fele körülbelül legyen a vaj. Tehát egy jó zsíros tésztánk így lesz. Van. Elkeverjük a élesztőt. Sót hozzak? Sót is, igen, légy szíves. Elmorzsoljuk a vajjal. Kicsit magas neked ez a pult. Legközelebb zsámozok neked egy kis zsámot, hogy kényelmesebb legyen. De majd kirakjuk, és akkor úgy már oké lesz. Jó? És akkor egy kis zsírt teszünk bele. Egy olyan, hát eléggé megolvadni. Igen, annak a jó felét. Akár az egészet is beleöntetünk, minél több, annál jobb. Beletesszük a sót. Tulajdonképpen a zsír ilyenkor már fűszer is, nem? Igen. Az illatot is. Igen. Mennyi sót hát szeretem? Abból legyen egy jó kettő és fél is lehet, mert ugye azért ez sósan kell lenni. Szóval az, meg ugye attól is függ, hogy milyen fajta sót használunk. Igen, azért ez a Himalája só annyira, annyira nem, sós. Igen. És akkor jöhet bele a túró. Az mennyi? 15 deka? 20? Ez 20. 20-25 deka túró. Ez ráadásul egy jófajta házi túró, úgyhogy benne van minden, ami benne kell lenni. Igen. Jó, krémes. Hú, de jó illata és azért, van. Igen, nagyon jó túró. És akkor a tojás, én úgy szoktam, hogy csak a sárgáját teszem bele, igen. És akkor a fehérjét majd rákenjük azzal. A praktikus házi asszony. Spórolunk. Ha valaki egészet, akkor meg úgy fölveri, és csak a felét rakja bele. Tehát igazából ennek nem okoz problémát, de a spórolás az. A fele ide, a fele a tetejére. Ez is jó kis házi sárga tojás. Egy pici tejföl, egy kanál vagy kettő. Ez mind lehet, hogy kell? Igen. Akkor belerakom. Tulajdonképpen csak annyira kell összegyúrni, mint egy linzertésztát. Hogy épp hogy összeálljon. Épp hogy összeálljon. Sok a zsíradék, ha sokáig fogdossuk, akkor olvat lesz, nem? Így van, meg és akkor rágós lesz, amikor sül. Aha. Beindul egy fajta sikérfejlődés, és rágós. Tehát nem omlós lesz, hanem egy kicsit nehezebben is sül. Annyira szeretem az ilyen recepteket, olyan gyorsan megvan. Pipak. Igen, a legjobbak. Ez arra is jó, hogyha mondjuk váratlan vendég telefonál, hogy mondjuk 1-2 óra múlva érkezik. Összedobod és már ott van. Forró rudacskákkal. És elájul a gyönyörtől. Vágjam össze neked a medvehagymát. Igen, majd hagy apróra, jó? És szerintem a fele csokor elég. Hagy medvehagymát, ezt csak a legvégén dolgozzuk bele, amikor már megszínezi a tésztát, ahogy szétgyúrod, ugye? Úgy is lehet egyébként, hogy egy picit hagyjuk pihenni, és akkor egy kicsit kinyújtjuk, tudod, és akkor rászorjuk, és akkor úgy belehajtogatjuk, mert akkor nem fogja nem lesz kicsit sem, nem lesz zöld, igen. Az nem olyan gusztusos. Nem. Ezt meg nem is kell halhára gyúlni, így összeáll, és már kész is. És már szaggatjuk is. És már nyújtjuk, szaggatjuk, tényleg egy 5-10 perc pihentetés kell, tudod, hogy lehessen szépen nyújtani. Igen. Szaggatjuk, és már mehet is a sütőben, nem is kell pihentetni a tepsin. A legjobb. Megy a jó forró sütőbe. A legjobb, milyen illata van. Kicsit van egy fű először, igen, nem? Ez a zöld. Egy, először egy picit olyan zöldes illata van, és utána egyszer csak a fokhagyma berobban. Igen, igen. Szó szerint. Ha rászold a deszkára, akkor szépen bele dolgozzuk. Most akkor egy 10 percig pihentetjük, utána kinyújtjuk. Jó, addig hozok tepsit. Jó, meglereszeljük a sajtot. Nézzük. Nyúlik-e? Nyúlik, persze. Aj, de jó tészta. Egyébként berakhattuk volna a hűtőbe is, akár 2-3 órára,
de egy éjszakát vagy egy napot sincs semmi probléma vele, úgyhogy ez arra is jó, hogy ilyen jó kis elő lehet dolgozni vele, hogyha mondjuk vendégeket várunk. Igen, ez majd azért egy fontos szempont. Igen. Sokszor előjön. 2, max. 3 milliméteresre nyújtjuk ki. Tehát egész vékonyra. Egész vékonyra, mert sütés közben legalább a duplájára fog nőni. Úgy kell kiszámolni. És hogyha mondjuk vastagra is lehet hagyni, egy kicsit vastagabbra, de akkor az puhább lesz. Inkább úgy is nagyon finom, de nyilván. Ropogós. Ugye? Hogy a ropogós legyen. Igen, azt mondják, hogy ez a ropogás, ahogy rágunk, az a rezgés jó az agynak, hogy tényleg? Az relaxál. Akkor nem véletlenül szeretjük. Igen. Azt nem tudom, mivel vágod el, mert nekem nincs pizzavágóm. Nem is kell. Nem? Nem. És valahogy a mama is elvágta pizzavágó. Ugye? Nélkül megvoltak vele. Igen. Egyébként én nem is szeretem pizzavágóval, mert az nyújtja. Na tessék. Tehát, hogy nyújtja még a tésztát. Azért, ha valaki otthon ügyesebb, akkor ezt egy olyan jó kis négyzet alakúra gyújtsa. De nekünk jó így is. Nekünk jó így is, mert ezek a sarkok, amiket levágunk, azok lesznek a legropogósabb. Tehát az a miénk. Az a miénk, így van. Most lekenjük az egészet tojásfehérjével. Nem kell vastagon, igazából csak az a célja, hogy ráragadjon igen, a sajt. Igen, ragasztó. Egyébként a túró helyett egy kis jutúrót is használhatunk, azzal is nagyon finom. Meg a medvehagyma helyett is lehet más dolgokat abszolút, is használni. Abszolút, igen. Szóratunk a tésztájába oregánót is, mert az nagyon finom. Tudod, mit szeretek még a sósaknál? Rozmaringosat. Rozmaringosat, igen. Te szórj, hogy mennyi? Hát szórd! Figyelj a sajtból, nincs elég. Hát ha ennyit lereszeltél. Tehát ezt mind szórjam rá. Szórd rá. 100%-ig egyet értek, Marci. Általában egyet szoktunk ilyesmibe érteni. Szerintem ez így a jó. Így. Milyen szánalmas, amikor van egy sajtos úd, és csak éppen, hogy jelzésértékű a tetején mitől a sajtos. Nem? Jó, és akkor kicsit így elrendezgetjük. Ami meg akar lógni, azt visszatereljük. Így van. Ha van egy éles késed viszont. Igen. Vékony pengéjű, vastag pengéjű. Hát az lesz a cél, hogy ezt így keresztbe háromba elvágjuk. Ez házi sütét, tehát nem kell itt olyan nagyon... Nem, rusztikus legyen. Így van. És nem húzzuk, nem, hanem nyomjuk le. És utána még akkor már véglet igen, húzzuk. Mikor elvágjuk. Ennyi. Igen. És akkor a célszerszám, vagy marad a kés, akinek nincs ilyen célszerszáma. De azt mindenki szerezze be, mert de... én nekem mióta kaptam tőled, azóta ez a főszerszámom. Ezt is csak így rányomjuk. Uh-huh. És ez nem húzza, nem nyújtja. Így, és már mehet is a tepsire. Egyébként ezt hány fokon sütjük? 220, az ilyeneket mindig magas hőmérséklete, hogy a pogácsákat is egyébként én 230 fokon sütöm, akkor nem szárad ki. De ez van más nemzeteknek is, Marci, ezek a kis rudacskájé? Nem hát nem, nem nagyon láttam. Az olaszoknak nem. Vannak a grissini, de az igen. Egy kenyértészta-szerű valami. Nem tudják, ugye? Mi a jó. Hogy nem tudják, mik ezek. És ami a legjobb ebbe, hogy ezt megint csak nem kell pihentetni, nem sül egyből mehet a forró sütőbe. De tényleg lehet ennél valami egyszerűbb. Nem, de finomabb sem nagyon. Két tepsi. Két tepsi, pont. Igen. Addig hozom a másikat, még ez megsül. 220 fokon mennyi lehet ez? 10 perc? Ez attól függ ugye nyilván, hogy mennyire vastagra nyújtották, meg tudod, az első tepsi mindig egy picit tovább sül. Igen, igen. Úgyhogy az első az mondjuk olyan 18 perc, körülbelül a másiknak már 15 elég. Jó, akkor jó. Én ezt berakom. Okay. Ne süssék meg, nem jó az illata, biztos nem fog sikerülni, és hogyha véletlenül megsütötték ezeket a lecsorgó kis megsült sajtdarabkákat, ne egyék meg. És az a miénk. Az igen, azt tudjék el levélben. Ugye, hogy az a legjobb? Az. Meg tudod, mi a jó benne? Hogy összeragad, és akkor kénytelen vagy többet kivenni. Na? Összeragad, és egybe jön, sajnos egybe jön. Úristen! Jó? Milyen jó, hogy ilyen vékonyra nyújtottad. Attól ropogos. Zseniális. Pont jó sós. Letartok. Pont jó, nem csak a sósság. Nem csak igen. Az állaga. Igen, de annál nincs rossz, meg a sorlány. Jaj, szóval. Igen. Az a helyzet, hogy ne fél kilóból gyúrják. Nem lesz elég. És még annyi? Hogyha megmarad másnapra, vagy akkor ne rakják be fedeles dobozba, mert akkor megpuhul, hanem csak úgy egy kosárba. Így van.
El is kezdtem rakosgatni. És akkor másnap is ropogós. Nyilván nem olyan, mint amikor teljesen friss, de... Nézd, ez itt egy kicsit megégett. Uh-huh. Nagyon sajnálom. Hallják? Ugye milyen jó? Zseni vagy.